A színpadra szeretném szólítani Stéger Csillát, az oktatási hivatal felsőoktatási főosztályvezetőjét, úgyhogy most kérem mindenki hegyezze a ceruzáját, a tollát, és amennyire tud, akkor jegyzeteljen. Fontos információk következnek. Szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket. A következő két előadás, az én előadásom és Bukta Péter előadása egy alapvető tájékoztatást fog arra nyújtani, hogy hogyan kell jelentkezni, mire kell figyelni a 2015 évi általános felvételi eljárás során. Én elmondanám a fontos kereteket, mi alatt mit értünk, hogy kell csinálni, mik a fontosabb eljárási szabályok, és aztán Péter fogja megmutatni, hogy pontosan hogyan kell az elfelvételi oldalán jelentkezni, hova kell klikkelni, mit hogy kell feltölteni, mire kell figyelni, hogy nehogy elrontsátok. Hát akkor csapjunk bele! Először is miért én állok itt előttetek, és miért én beszélek nektek a felsőoktatási felvételi eljárásról? Hát azért, mert jogszabály szerint az oktatási hivatal az a szerv, amelyik a felsőoktatási felvételi eljárásért felel, tehát amelyik szervnek a feladata az, hogy minden jelentkezőnek a tájékoztatást nyújtsa, minden jelentkező számára a jogszerű, biztonságos, egyenszilárdságú felvételi eljárást lebonyolítsa, és a végén, amikor megszületnek a döntések, akkor benneteket egy hivatalos hatósági döntés keretében egy úgynevezett besorolási döntésben tájékoztasson arról, hogy hova vettek fel, vagy hova nem vettek fel. Ez az oktatási hivatal feladata, tehát ilyen szempontból az oktatási hivatal egyrészt az EMMI, mint Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint jogalkotó, és a jogszabályos keretekért, a meghirdetésekért, a fenntartás, a rendszerüzemeltetésért felelős szerv, és a jelentkezők és felsőoktatási intézmények között középen található. Mi mögöttünk állnak a felsőoktatási intézmények, akik az összes képzést produkálják, a képzéseket üzemeltetik, akik elmondják nektek itt a standokon, hogy pontosan egy-egy képzés mit is jelent, miért érdemes oda jelentkezni. Illetve technikailag mögöttünk áll az Edukáció Kft., aki az informatikai felületeket üzemelteti nekünk, az ügyfélszolgálatot biztosítja, és akinek a segítségével azt a több mint 1 millió dokumentumot, amit ti be fogtok nekünk küldeni, ebbe biztosak vagyunk, azokat mi fel fogjuk dolgozni. Azt hiszem, hogy ha csak egyetlen egy diát lehetne mutatnom a mai napon, akkor ezt az egy diát választanám, és ezt mondanám el, hiszen minden más információ megtalálható a www.felvi.hu oldalon, persze ezek is, de ez a legfontosabb, amit tudnotok kell. Hogy néz ki az eljárás, mik azok a határidők, amiket mindenképpen be kell tartani. A felvételi tájékoztató a www.felvi.hu oldalon már megjelent, december 23-án kitettük. Ez alapján tudtok tájékozódni, ebben minden fontos információ benne van, ami a jelentkezéshez kell. A felvételi tájékoztatónál figyeljetek, hogy a 2015 évi általános eljárás felvételi tájékoztatóját nézzétek. Kint van a keresztféléves felvételi tájékoztató is. Nyilván ott más szabályok voltak, nem teljesen ugyanazok a szabályok, hiszen nagyon sok ponton az intézmények változtathatnak, pontosíthatnak. Tehát az általános eljárás tájékoztatóját nézzétek. 2015. február 15-én van a jelentkezés határideje, ezt nagy piros betűkkel jeleztük is nektek itt a dián, tehát ezt senki ne vétse el, csak 15-én éjfélig lesz nyitva a www.felvi.hu oldalon az eljelentkezés. Aztán a funkció bezár, nem fogtok tudni jelentkezni máshogy, papíralapú jelentkezés nincs idén, csak elektronikus. Tehát a határidő az minden szempontból úgymond jogvesztő jellegű, tehát későbbiekben jelentkezés benyújtására semmi módon nincsen lehetőség. Mivel idén csak elektronikusan lehet jelentkezni, ezért nagyon fontos, kiemelten fontos, hogy mi nem tudhatjuk, hogy ki az, aki a számítógép túloldalán nyomkodta a gombokat és valamilyen fajta jelentkezést benyújtott, nagyon fontos, hogy ez a jelentkezés hitelesített legyen. A hitelesítés azt jelenti, hogy ti vállaljátok a felelősséget azért, hogy így jelentkeztetek. Ezt kettő módon tehetitek meg. Az egyik, hogy létesítetek az önkormányzatok és az okmányirodák segítségével egy ügyfélkaput. Én szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy létesítsen ügyfélkaput, mert most léptek be a felnőtt életbe, és hihetetlen sok területen az ügyfélkapu az nagyon hasznos lesz számotokra, egyszerűsíti az ügyintézést. Ha létesítettetek ügyfélkaput, akkor a www.felvi.hu-n az eljelentkezés funkciójából egyből át tudtok lépni az ügyfélkapura, és gyakorlatilag a karosszékből, a nappaliból vagy a saját szobátokból egyből tudjátok hitelesíteni a jelentkezéseteket. Ha nincsen ügyfélkaputok, akkor az eljelentkezés lezárása és mentése után ki kell nyomtatni egy papírt, amiben a jelentkezés legfőbb adatai rajta vannak, és ezt alá kell írnotok, majd be kell küldenetek az oktatási hivatalnak. Ennek a határideje február 23. Nagyon kérjük, hogy mindenki küldje be ezt a papírt, és erre nagyon figyeljetek, ha nem hitelesítitek a jelentkezéseteket, akkor a jelentkezésetek érvénytelen lesz. Akkor hiába fizettetek eljárási díjat,
Hiába teljesítettétek az eljelentkezés minden feltételét, sajnos nem fogtok bekerülni a felvételi eljárásba. Nagyon sokan ezt csak júliusban szokták észrevenni, mi pedig mi igen sok e-mailt küldünk figyelmeztetésül, szeretném, hogyha ezt idén el tudnánk kerülni. A következő határidő az viszonylag távolinak tűnik mostantól nézve, de ez nem véletlenül van így. Július 9-e az a dátum, ameddig valamennyi dokumentumot be kell küldenetek, ameddig hiánypótolnotok kell mindenféle dokumentumot, ami arra szükséges, hogy mi pontot tudjunk számítani nektek. Ennek a dátuma azért van ennyire kitolva, hogy ugye sokan közületek idén fognak érettségizni, vagy még megcsinálnak egy nyelvvizsgát. Minden ilyen dokumentumot, amit most fogtok megszerezni, ezt július 9-ig be kell küldeni. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy azon dokumentumok, amikkel már rendelkeztek most a jelentkezéskor, ezeket küldjétek be, ez nagyban segíti a mi munkánkat, illetve jogszabályi követelmény a ti részetekről, hogy már most be kell küldenetek. Elvileg mi elutasíthatunk minden olyan dokumentumot, ami már most rendelkezésre állt, és nem külditek be. Nem szeretünk ezzel a lehetőséggel élni, szeretnénk kérni, hogy mindent küldjetek be, hogy legyen idő feldolgozni ezt az 1 millió dokumentumot, ami bejön. Nagyon fontos dátum, mindenki jegyezze meg, és már most írja föl a naptárába, hogy július 23-án lesz a ponthatárok megállapítása. Ez lesz az a nap, amikor kiderül, hogy a jelentkezési helyek közül kit hova vesznek fel, ki hol kezdheti meg a tanulmányait 2015. szeptemberétől. Ez a döntés a ponthatárok megállapításával nem ér véget, mindenki kapni fog egy úgymond besorolási döntést, amiben az ő személyes tájékoztatását megkapja, hogy a jelentkezései közül hova nyert felvételt. Ebben a döntésben pontosan benne vannak, hogy mire hogyan kapott pontot, illetve hány pontot ért el. Amennyiben mi valamit elvétettünk volna, vagy nem jól csináltunk volna, akkor rendelkezésetekre áll egy lehetőség, hogy jogorvosoltok, tehát benyújtotok egy fellebbezési kérelmet, amiben elmondjátok, hogy mi az a hiba, amit mi esetleg vétettünk. Ennek a határideje augusztus 20. Augusztus 5-ig fogjátok elektronikus módon megkapni a besorolási döntést, erről majd még a későbbiekben egy picit fogok beszélni. Jó, hát a határidők után akkor beszéljünk egy kicsit az eljárás menetéről, meg az eljárás hátteréről. Mik azok a legfontosabb dolgok, amiket tudnotok kell. Hátam mögött megjelent egy kormányrendeletnek a száma. Azt gondolom, hogy talán nem nagyon fogjátok ti ezt elolvasni, és talán nem is olyan nagy probléma ez. Azért csináltuk a felvételi tájékoztatót nektek, hogy az elmagyarázza, hogy mi is van ebben a viszonylag komplikált kormányrendeletben. De amennyiben valakit érdekel, akkor itt utána tud mindennek nézni. Tehát ez az a rendelet, ami szabályozza a felvételit. Minden információ, ami az eljárás szempontjából fontos, és minden, amire később hivatkozhattok, hogyha mi véletlenül hibát követnénk el, benne van a felvételi tájékoztatóban. Kérek mindenkit, hogy olvassa el. A felvételi tájékoztatónak nem csak a felvi.hu egyetemek és főiskolák alatti része van, ahol látod, hogy melyik főiskola vagy melyik egyetem milyen képzés hirdet, milyen formában, mekkora önköltséggel, hanem van egy szöveges leíró része is. Ezek a bevezető fejezetek elmagyarázzák, hogy hogyan néz ki a magyar felsőoktatás, mondjuk mit jelent az, hogy osztatlan képzés, vagy mit jelent az, hogy magyar állami ösztöndíj, vagy mit jelent az, hogy duális képzés. Azt gondolom, ezek mind nagyon fontosak, ezekről mind érdemes tudni, mielőtt benyújtjátok a jelentkezést. Nagyon fontos az is, hogy minden olyan információ, ami a pontszámításhoz szükséges, mikre lehet további pontokat kapni, ezek teljes részletességgel nem elmondhatók egy ilyen előadás formájában, hanem onnan a felvételi tájékoztatóból fogjátok tudni ezeket egész pontosan. Fontos az is, hogy a korábbi időszakban ugye a felvételi tájékoztató megjelent könyvformájában, és ennek két kötete volt. Az egyik kötet kifejezetten azoknak szólt, akik érettségi után jelentkeztek, és a másik kötet szólt azoknak, akik diplomások, és már oklevél birtokában akarnak a felsőoktatásba jelentkezni. Ez most már egy online kiadvány, tehát nincsen kettő kötet, ne így keressétek, hanem van egy tartalomjegyzék, és azon belül tudtok elboldogulni. Kormányrendelet szerint, és ugye mivel nagyon-nagyon sok munkájuk van ezzel a felsőoktatási intézményeknek, van egy olyan lehetőség, hogy még ilyen utolsó pillanatos pontosítások, részletezések január 31-ig jelennek meg. Tehát mindenkit szeretnék kérni, hogy január 31-e után még egyszer tekintse meg a felvételi tájékoztatót, mert attól kezdve már nem változik semmi többet. A teljesen végső adatok január 31-től lesznek elérhetők a felvi.hu oldalon. Mit kell tudnunk, mik azok a legfontosabb tudnivalók, amik a felvételi eljáráshoz kapcsolódnak? Maximum 5 helyre lehet jelentkezni. Mit jelent ez? Ha én jelentkezek mondjuk egy intézménynek a matek-fizika szakos tanárképzésére, és erre a képzésre jelentkezem nappali munkarendben,
akkor hogyha erre állami ösztöndíjas és önköltséges formába is jelentkezem, akkor az egy jelentkezésnek számít. Ellenben, ha a matematika-fizika tanár nappali mellett matematika-fizika tanár levelezőre is jelentkezem, az már kettőnek számít. Tehát csak az a meghirdetés számít egynek, amely mindenben ugyanaz, munkarendjében is ugyanaz, csak és kizárólag finanszírozási formában tér el. Tehát a finanszírozási formapárok egynek számítanak, de egyébként a különböző jelentkezéseitek egyesével számítanak. Fontos, hogy figyelemmel kísérjétek ezt az öt jelentkezést, és lehetőleg ne csak egyet-kettőt jelöljetek meg. Ez azért nagyon fontos, mert a tavalyi évben igen nagy számosságban fordult elő, hogy egy-két helyre jelentkeztek jelentkezők, majd olyan szakokra jelentkeztek, ahol alkalmassági vizsga volt, orvosi vizsgálat, vagy egyéb ilyen követelmény, amit nem sikerült teljesíteni, és azért kiszorultak a felvételiből, kiszorultak a felsőoktatásból egy évre. Tehát javasoljuk, hogy ne csak egy-két jelentkezést adjatok meg, hanem adjátok meg magatoknak a lehetőséget, hogy több helyre nyújtjátok be a jelentkezést. Az is fontos, hogy rangsorba kell úgy állítani a jelentkezéseket, az szerint, hogy hova szeretnétek leginkább bejutni. Az első helyre kell azt tenni, ahova leginkább szeretnétek, és aztán utána rangsorolni a többit. A ponthatárok megállapítása a kapacitás számok alapján történik. Mit jelent ez? A kapacitást azt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy tartályt, egy olyan tartályt, amiben azoknak a jelentkezőknek a száma van bent, amit maximálisan a felsőoktatási intézmény elbír. A tartának van egy minimuma is, ami alatt a képzés nem fog elindulni, ezt is érdemes megnézni, és a maximum az, aminél több már egyszerűen nem fér bele a tartályba, annál többen nem tudja a felsőoktatási intézmény elindítani a képzést. Először vesszük az 500 pontos jelentkezőket, és az 500 pontos jelentkezők beesnek majd az első megjelölt képzésükre. Aztán vesszük a 499 pontos jelentkezőket, azokat is betesszük a jelentkezésük szerinti tartályba. És így megy ez egészen addig, amíg egy-egy szakon a tartály be nem telik. Ahány pontnál akkor tartunk, amikor az egy-egy szakon lévő tartály betelt, annyi lesz azon a szakon a ponthatár. Ez azért fontos, hogy értsétek, mert ha mondjuk öt helyre jelentkeztetek, és mind az öt helyen elértétek a ponthatárt, akkor az első helyre fogtok bekerülni. Utána hiába írtok nekünk levelet arról, hogy de már sokkal, de sokkal jobban szeretnétek inkább a második helyre bekerülni, nekünk jogszabály szerint kötelezettségünk benneteket az első megadott helyre besorolni, tehát módosításra később nem lesz lehetőség. A rangsort, amit most a jelentkezéskor felállítotok, július 9-éig tudjátok módosítani, július 9-e után erre már nem lesz lehetőség, tehát addigra ennek teljesen véglegesnek kell lenni.